Csákvár elleni mérkőzés nem jó mérkőzésnek sikerült számunkra, nem vagyunk elégedettek az eredménnyel. Így értékelte a Pase 4-0-ás vereségét Dobos Barna, az együttes vezetőedzője. A szakember kiemelte, az ellenfél főként a dunaújvárosiak hibáit használta ki, ezzel együtt megérdemelt volt a Csákvár sikere. Ha például az első gólt veszem, akkor 3-1 más utáni hiba volt, amit egyik játékos sem tudott kijavítani, vagy a másik hibáját kompenzálni, és úgy kaptuk az első gólt. A második félidőben pedig volt egy időszak, amikor mondhatom azt, hogy hibát hibára almoztunk, és ezáltal második félidő elején el is dőlt a mérkőzés. A dunaújvárosiak a bajnokság következő fordulójában a listavezető Gyirmót együttesét fogadják. A győriek a tavasszal veretlenek, 5 győzelem mellett 2-szer játszottak döntetlent, a tabellát pedig 11 pontos előnnyel vezetik. A Dunaújváros Pase Gyirmót összecsapás április 16-án szombaton este 7 órakor kezdődik a Dunaújvárosi stadionban.